Indul a játék. Kivédekezzük a Mac próbálkozásait. Wow, hát ez bizony hamar véget ért. McLean Scott. Azt kell mondjam, hogy egy határozott és könnyű mozdulattal megszerezte a vezetést. Ez bizony a második találat volt. Terbocs beadására érkezett a csatár, aki nem sokat gondolkodott, hanem kapásból egyből a hálóba továbbította. Masször is eléggé könnyelműen keresztbe elszállt a pályán. Különösebben nem is hozott izgalomba senkit, még a saját társait sem. Ez önveszélyes védekezés. Valami elképesztő módon. Sajnálatos módon elég nagy baj történt. 0-3 az állás a 9. percben. Vissza is kapta egy távolülövés, beláll. Egy játékos, és jönnek előre a Mac játékosai. Hát, ez bizony fájdalmas lesz. 14. perc, és ez volt a negyedik. Török egy remekbe keresztbe lövés, és azt vártuk, hogy valaki érkezik, gondoljuk, hogy ő is, de hát majd a következő periódusban biztos sikerülni fog, de a végén ismét a Mac fog örülni. Ez bizony nem úgy alakult, ahogy bárki eltervezte a hazaik részére. Acélbikák, Mac az első harmad után 0-5. Ilyenkor mondja az ember azt, hogy de hát még csak 6 perc telt, tehát na most egy nagy lehetőség. Na. Orbán kilépett, és távolról maga biztosan meglőtte a magáét. Hát ez bizony könnyen ment. A 6. percben vagyunk a 2. harmadban, és félben mondom ki az állást. 0-6. 5-0-ra vesztették el a 2. Egy gólt kaptak a 3. nem kaptak gólt. A csapat teljesítménye fölfelé jött éppen, ezért én azt gondolom, hogy bátorítani kell őket, szurkolni kell nekik, akár a messze távolból is, és nem lesz ezekkel különösebb baj, sok örömet fognak okozni ebben a szezonban is.